Kikapott felcsúton az FC Nagykanizsa. A piros kékek vasárnap a Puskás Akadémia kettőhöz utaztak, és ugyan a mérkőzés végéig a délzalaiak akarata érvényesült, de a helyzeteikkel jobban sáfárkodtak a hazaiak, így otthon tartották a három pontot. Gombor csapata két egymást követő mérkőzés után maradt pont nélkül, ilyen szériára a most futó szezonban még nem volt példa. Hasonlóan a harmadik kerület elleni mérkőzéshez ismét jól nyitotta a meccset a kanizsa. Többet volt a labda a vendégeknél, és a széleken próbálták feltörni a hazaiak mélyen megkuzott védelmi vonalát. Igazán komoly helyzet nem alakult ki ebben a szakaszban, ugyanakkor kószás szanyi felszabadítása után a kapusra vezethette volna a labdát, de elesett. A játékvezető nem látott szabálytalanságot, így Vajda Roland maradhatott a pályán. Az első percek kanizsai fülönyi ellenére a vendégek az első helyzetükből megszerezték a vezetést, a rutinos, magasföldi szép mozdulattal vette be Borsi kapuját. A gól nem változtatott a játék képén, meddő maradt a kanizsa, de a vendégek csak szanyi bedobása után tudtak veszélyeztetni. Aztán Lőrinc előtt adódott a félidő legnagyobb lehetősége, de Pécsi nagy bravúrral tolta ki a kanizsai csatárlövését. Szanyi nagy bedobása másodszor is meglepte a puskás védelmét, de Kószás újabb próbálkozását is kitolta a hazai hálóőr, így egy nullás állásnál vonultak szünetre a csapatok. A második fél időre még nagyobb hévvel jött ki a kanizsa, ő szinte odaszögezte a nyádám csapatát a saját 16-osához. Kovalovszki először Lőrincnek adott nagy labdát, de az utolsó pillanatban vajda menteni tudott. Három perccel később egy rosszul elvégzett szörgetet mentett meg a kanizsai csapatkapitány, akit Babos buktatott, a játékvezető pedig a 11-es pontra mutatott. A büntetőt Lőrinc Bence vállalta. Pécsi eddig nagyon jól véd. Lőrinc Pence vele szemben. Nagyon kellene, nagyon kellene. 60. perc, fél óra még. Rászor a játékosokra. Mori Gergő nincs ugribugri. Lőrinc. Belerúgja a kapusba. A kihagyott 11-es döntőnek bizonyult, mert megtörte a kanizsai mezőny fölényt. A csereként Báló János előtt adódott még nagy lehetőség, de mellé lőtte a szökrönyöstől kapott labdát. A kanizsa helyzetét még tovább nehezítette, hogy a 86. percben egyből pirossal zuhanyozni küldte Móri Gergő játékvezető Szanyi Krisztiánt. A piros kékek tíz emberrel is mentek az egyenlítésért, Kovács állt a legközelebb a gólszerzéshez, de a fejese elkerülte a hazai kaput. Az utolsó percben a teljesen kinyíló kanizsát megkontrázta a puskás, és vékony Benc állította be a 2 0 ás végeredményt. Gombo Zsolt elégedett volt csapata mentalitásával, hiszen a játékosai zöme nagyot küzdött a meccsen, jól is ment a játék, de a kiadott büntető fordulópontot hozott. Azért is sajnálom ezt a mérkőzést, mert rengeteg melót beraktak a srácok ma nem ezen a múl, múlott, hanem a, a, döntéshozatalok. Az, hogy a, a, a támadó harmadban mi történik. És ö, folyamatos rossz döntések, voltak zicsereink is, nem rúgjuk be. Hát, ö, szerintem az ellenfélnek nem meg, vagy lekicsinyíteni az érdemeit, de kb. háromszor vagy négyszer jöttek el a kapuk. Addig kett, kettőt berúgtak. Az Ajak vezető edzője Nagy Ádám elismerte, a második fél időben nagy nyomás alatt fociztak, de a fegyelmezett hozzáállásnak és a jó helyzet kihasználásnak köszönhetően nyerték meg a jó színvonalú találkozót. Kanizsa valós nyomás helyzet ránk, valós kihívások elé álltottak minket. Az elsőben kicsit bátrabb a focink, és a második fél időben igaz meddő mezőn fölénye volt a Kanizsának, de ez nagyon komoly helyzetekben ritkán mutatkozott meg de hál' Istennek a labdarugás nem arra osztályozzák, hogy a labdabirtoklási irány az mennyi, meg nem szépségre, bár szerintem mind a két csapatnak található a játékában nagyon kreatív és látványos elemek. A felcsúti vereségek után a puskás beérte pontszámban a piros kékeket, de Kovács Györgyék a több győzelmüknek köszönhetően maradtak a dobogó harmadik fokán. A nagykanizsak ellen ellen jöhet ki a gödörből a következő fordulóban. Azt az összecsapást vasárnap 14 órakor rendezik az olajbányás stadionban.